Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Fő témáink néhány mondatban. 34. bukovinai találkozások, már minden készen áll Bonyhádon a két napon át tartó fesztiválhoz. Nyáron is fontos a véradás, ilyenkor kevesebben vállalják a tűszúrást, amivel mások életét menthetik meg. Nyelvi tábor tartott a Nyitott Világ Alapítvány, intenzív képzés a gyerekeknek. A forróságban sokan pihennek a vízparton, még hétköznapokon is, akik tehetik. Domboriban ehhez minden adott. Üdítő hőmérsékletű víz, hűsítő, árnyékos zöld területek, modern játszótér, és még számtalan étterem falatozó is a közelben. De akik a sportok iránt érdeklődnek, jobban itt ők is megtalálhatják a nekik való programokat. Sokan látogatnak ki a jó időben Domboriba strandolni. Rekordlátogató számok vannak minden nap, főleg délután. Ez köszönhető a kellemes víznek, rendezett körülményeknek, jó büféellátásoknak. De más strandőrök is vannak. Idén diákmunkásokat alkalmaztak, akik örömmel vállalták a munkát. Olyan sok történés nincsen, ha van, akkor igazából segítünk. Eddig hál' Istennek csak ilyen kisebb sérülések voltak. A jól felszerelt modern játszótér is nagy öröm a kicsiknek, de a pihentető fás zöldövezetben is jól el tudják a kisgyerekes családok tölteni a napot. Nagyon jó, kiváló. Szeretünk ide járni, tavaly is voltunk, most is jövünk, meg valószínűleg még jövünk is többször. Egy jól eső fürdéssel a hőséget is könnyebb elviselni. A gyerekeknek pedig ez a legjobb játék. Nagyon jó hűsítő. Hát nem annyira hideg, hogy azért ne lehessen belemenni, jól meg lehet szokni, jó a környezet, nagyon tetszik. Tavaly is itt voltunk, és hát, ahogy mondta a keresztapukám, jönni is fogunk, mert nagyon jó. De a büféseknek is jó, ha sok a látogató, hiszen így van forgalmuk nekik is. Mivel a nyár elég későn kezdődött, ideig nem volt nagy kereslet irántuk. Most már egyre többen kérik a szokásos strandételeket. Alapvetően szerintem, mint minden strandon itt is elmondható, hogy a lángost és a palacsintát nagyon viszik, de emellett a többi termékünket, mint a kézműves jellegű hamburgereket, a hekket és a giroszt is erőszeretettel fogyasztják a vendégeink. A tömeg minden nap egészen késő estig kitart, mondta a strandot üzemeltető cég ügyvezetője. Elmondhatom, hogy a vízhőmérsékletek kiváló, most jelen pillanatban 27 fok. A vízszint is nagyon jó, 119 cm-es vízszintünk van, ami nagyon jó, 120 cm-es az üzemi vízszint. Ez köszönhető annak, hogy a Nagy-Dunából tudtunk tavasszal beengedni a szivornyán keresztül. Rendezvényekben sincs idén hiány Domboriban, szinte minden hétvégén van valamilyen program, így mindenki megtalálhatja a neki tetsző elfoglaltságot. Most hétvégén a streetcar autós fesztivál lesz, jövő hétvégén a triatlon fesztivál, ami ugye a két legnagyobb rendezvényünk, de folyamatosan zajlanak a kajakos rendezvények, sárkányhajó versenyek, szabbajnokság és mindenféle ilyen sportrendezvény. Az új strandröplabda pályát is maximálisan kihasználják, mondta az ügyvezető. Rendszeresen tartanak versenyeket is rajta. Ennyi lehetőséggel a pihenni és a sportolni vágyók is kielveszhetik a strand nyújtotta lehetőségeket Domboriban. Csökkentik az atomerőművi blokkok teljesítményét Pakson. A Duna magas vízhőmérséklete miatt a beavatkozást kedden délután 4 órakor kezdték meg a szakemberek. A folyó vizének hőmérséklete július 18-án kedden elérte a 29,82 Celsius fokot a paksi atomerőmű mérési szakaszánál. Ezért 16 órától összesen 320 megawattal elkezdték leterhelni a létesítmény teljesítményét. Tájékoztatott honlapján az MVM Paksi atomerőmű. Idén is megrendezik Bonyhádon a Kárpát-medencei székelység hagyományos gasztrokulturális seregszemléjét, a Bukovinai Találkozások nevű nemzetközi folkról fesztivált. A programok augusztus 4-e és 5-e között zajlanak majd. A szervezők pedig a hagyományőrző csoportok bemutatkozói mellett szabadtéri kiállításokkal és hagyományos ételek kóstolójával is készülnek. Tarka barka rokolyámnak elszakadt a ránca, rengesd uram a gyermeket, hadd menjek a táncba. Több száz népviseletbe öltözött hagyományőrző vonult fel tavaly Bonyhád belvárosában.
Idén augusztus első szombatján még többen lesznek. A 34. alkalommal megrendezésre kerülő bukovinai találkozások főhelyszínére ugyanis minden korábbinál több, 5 ország 36 fellépő csoportja fogadta el a meghívást. A két napon áttartó gasztrokulturális fesztivál szervezése már hónapok óta tart, mostanra pedig minden másodpercet alaposan előkészítettek a házigazdák. Magára a fesztivál programjaira itt Bonyhádon pénteken, illetve szombaton 4-én és 5-én kerül sor. Pénteken 16 órakor a Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével kezdődik a fesztivál, majd 17 órakor itt a rendezvénytéren, a szabadtéri színpadon a hivatalos megnyitóval kezdetét veszi a műsor, ezt követően a folklor műsorra kerül sor. Nagyon sok népdalkör, illetve néptánc együttes lép fel. Az említett nagyon nagy jelenkezés és érdeklődés miatt már pénteken is megkezdjük a fesztivál műsorát, nem csak szombaton lehet majd látni a fellépőket, ezért már péntektől a kezdéstől várunk mindenkit szeretettel. A város és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége mellett idén a Magyarság Háza is csatlakozott a szervezők sorába. Emellett a két napon áttartó rendezvények lebonyolításában mintegy 100 önkéntes is részt vesz. A vendégeket folklor műsorok mellett szabadtéri kiállítások, a gyerekeket pedig népi játszóház várja, és természetesen gasztroélményekkel is készülnek Bonyhádon. Minden egyes fesztivál a gasztrokulturális élmények is fontosak. Itt is egy olyan széles kínálattal készülünk, ami remélem, hogy mindenkinek az elégedettségére fog szolgálni. Mindenki megkóstolhatja a hagyományos ízeket, a bukovinai székely hagyományos ízeket, hiszen a Kisdorogi Egyesületnek köszönhetően idén is lesz olyan gasztrosátor, ahol ezekben a hagyományos ételekben, például a máli bele lehet kóstolni, de természetesen minden más rendelkezésre fog állni. A 34. bukovinai találkozások augusztus 4-e és 5-e között zajlik majd, a hazai rendezvények főhelyszíne pedig ezúttal is a völcség fővárosa, Bonyhád lesz. Most nincs más lehetőség, nincs más alternatíva, mint a béke, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Bonyhád és Dombóvár térségének országgyűlési képviselője szerdán Tusnád fürdőn, a 32. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor közéleti programjainak megnyitóján. A szakpolitikus az ukrán-orosz háború kapcsán a kárpátaljai magyar közösség fizikai megmaradásának fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, 2023-ban ugyanazok az események játszódnak le, mint a II. Világháború után vagy a délvidéki háború során. Magyarok tízezreinek kellett elhagynia a szülőföldjét és élnie számüzetésben Magyarországon vagy a világ más tájain. Semmi más bűnük nincs, mint hogy magyarok, tette hozzá. Potápi Árpád János az elmúlt 12-13 év legfontosabb eredményének nevezte, hogy a nemzeti összetartozás élményét sikerült megerősíteni. Az elmúlt időszak erőfeszítéseinek köszönhetően egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni a kultúra, az oktatás és sport területén egyaránt. Nyaranta még inkább szükség van a véradókra, ám ilyenkor kevesebben segítenek így másoknak. Az önkéntesek ugyanis elutaznak, és a meleg idő sem kedvez a véradási hajlandóságnak. Néhány hónapja készültek ezek a felvételek. A forgatás idején nem volt hiány véradókból. Nyáron viszont nem ilyen jó helyzet, sokan ugyanis nyaralnak, pihennek. Ilyenkor pedig kevesebb energiát fordítanak a jótékonykodásra. Ráadásul általánosságban elmondható, hogy az év legmelegebb időszakában több vére van szükség, mint más hónapokban. A nyár nagy üzem abból a szempontból, hogy nagyon sokan úton vannak, utaznak, a hőség is megviseli a szervezetet, a lehűlés, a hidegről melegbe menni, melegből hidegre szintén megviseli a szervezetet, tehát a tüsszögés, orrfolyás, stb. Is kizáró tényező lehet adott esetben, és sajnos nyáron is vannak balesetek, a betegségek nyáron sem kerülik el az embereket, a műtétek, ütemezett műtétek és váratlanok is ugyanúgy zajlanak. A Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete egész évben hétről hétre tart véradásokat, de ott lesznek a nagyobb rendezvényeken, például a Bonyhádi Tarkamarha Fesztiválon is.
A szervezet ügyvezetője azt mondja, vért adni nem csak azért hasznos, mert másoknak segíthetünk, hanem azért is, mert azzal az önkéntes is jól jár. A véradás az egy szűrés is. Tehát az adott pillanatnyi egészségi állapotáról tájékozódhat a véradó egyrészt, másrészt frissíti a vérét, a vérkeringését, a vérének a termelését, tehát adott esetben jó hatással van az emberi szervezetre egy-egy véradás, ezért is fontos lehet, hogy aki rendszeres véradó, az jöjjön el a véradásokra, aki pedig eddig nem próbálta még, akár legyen első véradó, ha betöltötte a 18. életévét, a testsúlya eléri az 50 kg-ot, és önmagát egészségesnek gondolja. Vért adni Tolna vármegyében júliusban még több alkalommal lehet. A szakemberek hétfőn Bátaszéken, a következő napokban pedig mások mellett Felsőnálán, Kölesden, Őcsényben és Madocsán várják az önkénteseket. Már augusztusban megkezdődhet az M6 folytatásának építése a határ túloldalán, miután eredményes volt a horvát hatóságok által lefolytatott közbeszerzési eljárás a hiányzó 5 kilométeres szakasz megépítésére. Ezzel 2025-re Budapest és Eszék között létrejön a gyorsforgalmi kapcsolat. Lapértesülés szerint folyamatban van az ajánlatok elbírálása és a kivitelező kiválasztása, így a szerződés aláírása után még augusztusban megindulhat az építkezés. Az 5 kilométeres szakaszra megvan az építési engedély is, a munkálatok várhatóan 2025 első felében fejeződnek be. Mivel addigra az M6-os teljes egészében elkészül, nem kell túl sokat várni arra, hogy Budapesttől egészen Eszékig vagy tovább végig autópályán közlekedjünk. A folyamatban lévő beruházások nyomán összesen 300 km egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre Budapest és a bosnyák határ között. Idén 23. alkalommal rendezte meg a Nyitott Világ Alapítvány nyelvi táborát Vajtán, a Zicsi kastélyban. A térségben egyedülálló lehetőség során a gyerekek intenzív képzést kapnak az egy hét alatt anyanyelvű tanároktól. Ez lehetőséget ad nekik, hogy az iskola rendszeren kívül fejlesszék nyelvi tudásukat. This is your life. Everything involved in the entire universe is surrounded by this dice. A Vajtán zajló tábornak rengeteg lakója van. A fiatalok nagyon kitartóak és lelkesek. Szeretnének élni a lehetőséggel, hogy egy hét alatt akár hatalmas nyelvi fejlődést érhessenek el. Sokuknak sikerül is a vágyott nyelvvizsgákat letenni. Vannak, akik már évek óta visszajárnak, a német után most az angol nyelvet is szeretnék elsajátítani profi módon. Harmadjára vagyok itt a táborban. Az előző két évben német nyelven voltam, és idén most angolra váltottam, mivel németből minden olyan célomat elértem, amit kitűztem magamnak. Az erős képzés során napint 4x1,5 órás tanórákon oktatják a diákokat. Az anyanyelvű tanárok csak a saját nyelvükön beszélnek velük. Elképesztő lelkesedéssel végzik a feladatokat a nagy hőségben a gyerekek. Nagyon intenzív, nagyon jó. És akkor megismernek másokat, és élvezik ezt a hely és a tábor, és akkor a sok-sok német órák az a kis áldozat, amit beleszámít aztán. De utána visszamennek az iskolában szerintem, és lehet, hogy ők az osztályelsők utána, ugye, és az egy jó élmény. A 26 éve fennálló alapítvány már számtalan fiatalnak segített, hogy a közoktatáson felül plusz nyelvtudással gyarapodhassanak, így aki elég kitartó, akár a felsőfokú nyelvvizsgát is megszerezheti. Itt a táborban nyaranta külföldi tanárokkal találtunk, és ővelük dolgozunk. Ez az egésznek a koncepciója. A külföldi tanárok tehát elsősorban angolul és németül beszélnek velük, szókincset fejleszték, beszédközpontúság a fő cél, én azt hiszem talán ezt emelném ki leginkább, meg az, hogy a gátlásaikat a gyerekek próbálják meglevetni, hiszen azt hiszem mind úgy vagyunk vele, hogy tudunk dolgokat, tudunk, de amikor úgy meg kell szólalni, akkor mindenkiben vannak gátlások. A jó nyelvtudás megszerzése mellett még akár életre szóló barátságok is köttethetnek a fiatalok között. A tanulás után pedig számtalan szórakozási lehetőség várja őket a kastélyban. Regionális híreink következnek. Pótolni kell a nátrium veszteséget a hőségben, súzzuk az ételt nyáron, mondja a szakember. Folyadékpótlás és biztonsági ellenőrzés az utasokra és a sinekre is figyelnek a hőségben. Vendéglátás, turizmus, nyári munka kiemelten ellenőriz a nap ezekben a hetekben. Alacsony nátrium szint miatt kerülnek be sokan a nyári hőségben a kórházba, erre hívja fel a figyelmet a Pécsi Belgyógyászati Klinika vezetője.
Wittmann professzor szerint ugyanolyan veszélyes a túlzott nátrium bevitel, mint a hiánya. Ezért javaslata szerint nyáron nem árt a sófogyasztás. Sókristályok hullanak az asztal lapjára ezen a felvételen. Ezt a vegyületet minden nap használjuk étkezéskor, az orvosok szerint túl sokat is. Éppen ezért meglepő a pécsi nefrológus kijelentése, hogy együnk több sót, vagyis nátriumkloridot a mostani időszakban. Ezt támasztják alá a pécsi klinikára bekerült betegek is. Egyre melegebb nyarak miatt minden évben egyre több és több nátriumhiányos beteget kapunk. És az még egy nagyon fontos részlete a dolognak, hogy ha nem a szájon keresztüli sópótlással történik a kezelés ennek, hanem vénásan, infúzióban, és azt nagyon gyorsan csinálják, az egy végzetes idegrendszeri károsodáshoz vezethet. Úgyhogy ezért erre nagyon kell figyelni, a kialakulását megelőzni, mert az a legbiztosabb, az a legjobb módszer, mint minden betegség esetében. Ha nem alakul ki, akkor a kezelésnek nem lehet szövődménye. Két beteget is azért vettek fel a napokban a pécsi klinikára, mert nem volt elég nátrium a szervezetükben. A hőség miatt kiürült a konyhasóból felvett tartalékok, mondja a szakember. A nátrium anyagcsere szabályozásában nem csak a vesének van szerepe, hanem a bőrnek is. És pedig úgy, hogy ha merítékezünk, akkor nem csak vizet veszítünk, hanem nátriumot is veszítünk. És természetesen mindig verítékezünk, 700 ml körülbelül az, amit a hőmérséklettől független verítékezésnek hívunk, és ez fölött van a nyári nagy meleg, 24-25 fok fölötti időszakban történő verítékezés, amely lehet az életmódtól, a munkától függően akár 1-2-3 liter. Ez pedig nagyfokú nátriumveszteséget jelent, ebből akár a szívünket érintő gondok is lehetnek. A professzor utalt rá, hogy a nátrium megtartására a vese egy hormon termel, azonban a nátrium miatt több folyadék marad a szervezetben. Ez pedig vérnyomás emelkedést okoz. Ezért mondják az orvosok, hogy csökkenteni kell a sóbevitelt, hogy ne alakuljon ki magas vérnyomás. A professzor azt mondja, ez ősztől tavaszig igaz, de a forró nyári napokon pótolni kell a nátriumot, mert a hiánya alacsony vérnyomást eredményez, ez pedig épp olyan veszélyes hatású lehet a szervezet működésére. Ezért ajánlja azt is, hogy a vízhajtó kezeléseket függesszék fel a hőségben, megakadályozva a nátrium hiányt. Vizet osztanak a vasútállomásokon és a buszpályaudvarokon a hőségriadó ideje alatt, közben a sínek állapotát is figyelik, mert a hőtágulás miatt deformálódhatnak. Vízért jöttek be ezek a fiatalok a pécsi főpályaudvar utas centrumába. Dömsödről érkeztek a Baranyai Vármegye székhelyre kirándulni. Azt mondják, jól jön a hőségben, hogy vizet oszt az utasoknak a vasúttársaság. Hát elég nagy segítség ebben a hőségben, mivel azért nyilván nem minden sarkon lehet vizet kapni, ezért nagy segítség, mert igazából akinek nincs ideje, igazából siet a vonathoz, annak jól esik egy üveg víz. Ők is megpróbálnak védekezni a meleg ellen, ahogy csak tudnak. Ahogy lehet, akkor árnyékba húzódunk nyilván, meg olyan helyeken sétálunk, ahol lehetőség van árnyékba sétálni, meg sok vizet fogyasztunk. Ennyi. Semmi más. A vonattal, busszal utazók több állomáson juthatnak vízhez, mondja a társaság szóvivője. Pécsen is ugyanúgy, mint az ország többi részén osztjuk a vizet, akár hogyha valaki vonattal, vagy hogyha valaki busszal szeretne utazni. Hogyha vonattal szeretne valaki utazni, akkor naponta 10 és 17 óra között áll rendelkezésre ez a vízosztási lehetőség. Hogyha pedig busszal, akkor 12 és 14 óra között ugye a vasúttársaság 18 helyszínen osztja a vizet az ország egész területén, a nagyobb állomáskon, illetve Budapesten a három főpályaudvaron, és a volánbusz pedig 19 állomáson. A forróság nem csak az emberekre van rossz hatással, befolyásolja a vonatok biztonságos működtetését is. A hőség hatására emelkedik a sínek hőmérséklete, és előfordulhat olyan hőmérséklet növekedés 50-60 foknál például, amikor már deformálódhatnak a sínek. Ebben az esetben is lehetséges a vonat közlekedés, csak csökkentett sebességgel ilyenkor be kell vezetni lassú jeleket. A biztonság érdekében ilyenkor mindig megnövekszik a menetidő, de mindent felülír az, hogy biztonságban megérkezzenek az utasok és a munkatársaim is. Ebben az időszakban a
pálya állapotért felelős munkatársaim folyamatosan járnak a pálya mentén, és mérik a sínek hőmérsékletét. Ők jelzik, ha veszélyessé válik egy-egy szakasz a meleg miatt. Egyébként a tervek szerint az utasoknak addig tart a vízosztás, amíg harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Nyugtaadás, szabályos foglalkoztatás, diákmunkások, ezekről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina nyári ellenőrzések kapcsán beszélt ezekről. Kiemelte, hogy a munkavállalók maguk is ellenőrizhetik leendő munkaadójukat. Kiemelten ellenőrzik a vendéglátóhelyeket, a turizmusban dolgozó vállalkozásokat nyáron, mondta stábunknak a baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina kiemelte, hogy még mindig jellemző a nyugtaadás elmaradása. Ezt egy trükkel oldják meg. Még mindig nagyon gyakori a pincérblokknak a használata. Ez egy olyan bizonylat, amely nagyon hasonlít kinézetre a nyugtára, de például hiányzik róla a pénztárgépnek az azonosító kódja. Tehát ránézése olyan lehet, mint egy nyugtat, de semmiképpen sem szabályos. A pincérblokk egy készlet nyilvántartó bizonylat. Előszeretettel használják elsősorban vendéglátó helyeken, és abban az esetben, hogyha a vendég emeli a pincérblokk mellé nem kap egy szabályosan kiállított nyugtát, akkor feltételezhető, hogy ez a bevétel ez nem kerül be a nyilvántartásba. Ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást is. A diákok nagy számban vállalnak ilyenkor nyári munkát ebben a szektorban. A diákmunkásokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, a foglalkoztatást illetően, mind a felnőttekre, kivételt képez a diákszövetkezeten keresztül végzett munka. Minden dolgozót a munkába állás előtt szabályosan az adóhivatal felé be kell jelenteni. Abban az esetben, hogyha ez a bejelentés nem történik meg, akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is sújtható az adózó dolgozónként. Abban az esetben, hogyha mulasztott a munkáltató, akkor felkerül a be nem jelentett dolgozókat foglalkoztató adózók listájára, és esetlegesen a megbízható adózói státusza is törlődik. Barlai Krisztina felhívta figyelmet arra, hogy a munkavállalók ellenőrizhetik azt a céget, ahol munkát vállalnának. A NAV adatbázisából kiderül, hogy melyik vállalkozáshoz érdemes elmenni, és melyik jelent kockázatot. A témáról Adópercek című műsorunkban hallhatnak bővebben. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. 34. bukovinai találkozások már minden készen áll Bonyhádon a két napon át tartó fesztiválhoz. Nyáron is fontos a véradás, ilyenkor kevesebben vállalják a tűszúrást, amivel mások életét menthetik meg. Nyelvi tábor tartott a Nyitott Világ Alapítvány, intenzív képzés a gyerekeknek. Csütörtökre kismértékben újból csökken a hőmérséklet, de ennek ellenére is megmarad a kánikula. A nap nagy részén a napsütéses idő várható, de délutántól ezen a napon is kialakulhatnak elvétve kevés helyet érintően zivatargócok, mely esemény leginkább az északkeleti határvidéket érintheti. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!